Michael Hippet, hogy Szórá Csaba segítségével értékelje a mai mérkőzést. Jó, köszönöm. Szerintem az Albert tohto ťažkého týždňa sme mali súpera, ktorý je veľmi nepríjemný. Hát így a hétvége olyan ellenfelünk volt, aki tényleg veszélyes volt. Dokonca mi bolo povedané, že posledné 4 zápasy Haladáš nedal súperovi ani gól. És a statisztikák alapján a utolsó 4 mérkőzésen a Hali nem tudott gólt rúgni a Szent Lőrincnek. Zápas myslím si, že bol priemernej úrovne. Egy olyan mérkőzés láttunk, ami ilyen közepes. Tých prvých a nejakých 8 minút to bolo obojstranné, to sa hralo len od 16 po 16. Ešte 8-10 perc, 16-os, 2-16-os közt volt a játék. Potom my sme mali, dá sa povedať, jednu z dvoch vyložených gólových šancí, keď Rajmi Horvát napadil do brankára. Ešte fel időbe. Két šanc bol egy olyan, amit Rajmi eltaláltal kapust. Prakticky okrem tejto strely a strely Vinceho sme nemali nejakú vážnejšiu gólovú príležitosť. Naše fóde iba keď ľuviešen kývitom, ten obel mi dato Marajmiš a Vince nám močom hezetom. Super, veľmi dobre kombinoval u mne, nikde sa neponáhral, čakal. My sme naopak strácali ľahké lopty. Zellem fel, úgy gondolom, hogy nagyon jó kombinál. Tartotta a labdát, okosan játszottak. Do nejakej vyloženej gólovej príležitosti sa však ani on nedostal. Ja by som to labdátašom kývil, ja tisto zicerý mám volt. Cez polčas sme si boli asi vedomi toho, že kto dá gól, respektíve dostrelí prvý gól, bude vo výhode. Feldeve mondtuk a srácoknak, hogy aki rúgja első gólt, vagy megnyeri a meccset, vagy nagy elembe kerül. Dali sme ho my. Mi? Igen, sikerült megszerezni vezetést. Potom naopak z jednej ľahkej štandardnej situácie sme si strelili vlastný gól. Sajnos egy pontrúgásból ten gólt szereztünk. Tak ako my aj super chceli, išli za víťazstvo, išli sme za víťazstvom jedný aj druhý. No John Dolomben mi išli, že zálem fel iš mentok a dvezelem mu tam. Šancu zápasu mal asi minútu pred koncom Rajmi Molnár. Ešte vietkozíš legnagyobb helyzet, čo je už Rajmi Molnára volt, eš nám šikarujú neký barúdne. Moje očakávanie na tento zápas, chceli sme potvrdiť dobrý výsledok a aj výkon z MTK, čiže nasím Főcelingu volt dvezelem. Igen, főcélunk, ahogy most is mondta, meg szerettük volna az MTK-s győzelmet ma itthon tartani. Ale musím vás objektívne povedať, že bolo vidieť na našom mužstve, chýbala nám ľahkosť, dynamika, ten zápas, štvrtkový zápas zanechal na nás dosť výrazné stopy. Gondolom je moje mérkőzés ellentét látni, hogy nehéz mérkőzés volt čtvrtokon, tényleg több aspektus is hiányzott, mint dynamika, mint a gyorsaság, úgyhogy. Vypadol nám ďalší jeden z tých kľúčových hráčov. Veď egy kľúčatékusunk is kiesett. No, žiaľ Bohu, tak ako sme mohli dneska vyhrať. Sajnos, ahogy ma nehrettünk volna. Tak sme mohli aj prehrať. Keď is kaphattünk volna. Aj keď musím povedať, že na najväčšie dožené golové príležitosti v tomto zápase sme mali my. Žiaľ Bohu. Gondolom, hogy nekým nagyobb 30 aj bol to pinto. A žiaľ Bohu, futbal sa rovná góly, pokiaľ sa nedá tie góly, tak ten výsledok je asi potom spravodlivý. Sajnos, a focit góra játszák, és úgy gondolom, hogy akkor ez a döntetlen megérdemel. Köszönjük szépen. Kérdés van-e a sajtó részéről? Nincs különösebb. Köszönjük szépen. Szakmailag elmondta a véleményét, úgyhogy egy kicsit furcsa volt, hogy az NTK elleni ragyogó játékot ugye győzelmet hozott. Ma különösebben nem tudtuk a csapat ezt a teljesítményt nyújtani, vagy nem tudott úgy felkörülni erre a találkozóra. Tak, keď sledujete naše zápasy, viete, že niektorí naši hráči hrávajú po veľmi, veľmi dlhé dobe. Ha nézitek a mérkőzéseinket, akkor lássatok, hogy azok vannak játékosok, aki nagyon hosszú idő után játszott. Je rozdiel, keď len trénujete. Van különbség van, ha edzesz, és különbség van, ha még zápasol meccsezel prác, is. Čiže dá sa to objektívne povedať, tak tie tri zápasy výrazné stopy zanechali na našich niektorých hráčov. Nemaj játékosunk, no za 3 nehéz meč nemôcť hať odberník. No ale ideme ďalej, máme teraz ešte máme 6 zápasov, čiže chceme sa popasovať ešte o tie výsledky a chceme sa tabuľke posunúť vyššie. Čiže my gond merím tová, gond merím hat mérkőzés, és szeretnénk minél jobban végezni a tabellóval. Jó, köszi szépen. További kérdés?
Mester, ugye a mérkőzés előtt a haladás.hu-nak nyilatkozva elmondtad, hogy más motivációkat kell keresni az olyan ellenfelekkel szemben, akik ugye a kiesés elől menekülnek. Most egymás után ilyen mérkőzések jönnek. Mi lehet ez a motiváció? Mivel tudod őket motiválni, hiszen a NTK, úgy ahogy a kollégám is mondta, kiválóan játszottatok, most viszont ebből nem sokat láttuk. Persze, akkor szóval szintén. Egyetértek veled? Ako motivovat, tak my máme interné záležitosti v klube, v mužstve, chceme skončit do 6. miesta. Mám na tíkej tom pontov mi dal, možná 4. hejt kell végeznünk. Dal som šancu viacerým hráčom, viacerým novým hráčom. To je ďalšia motivácia, aby sa ukázali na novú sezónu. Ešej to tom, ja tak už nejaký kevesebbet játcom, to je megmutatáš, ak hoď. Viete, že som výrazne zasiahol aj do akadémie. Eš. Akadémiával is már együtt dolgozunk, mondhatom így. Zsálbogú tí zranenia, ktoré prišli, to patria k futballu, ja to neovplyvním nejako. A... Sajnos is erőt játékosok. Van egy pár, sajnos az pocihoz tartozik. Ale tá otázka bola veľmi zaujímavá, pretože máte úplnú pravdu, či sme hrali z DVTK, či sme hrali dvakrát z MTK, či sme hrali s Dirmotom dva výborné zápasy a získali sme ako veľmi dobré výsledky. No, kérdésetelek. Amit kérdezte, hogy vásároltok MTK-val kétszer, Diósdőrt meg tudtuk venni. Egyszer Diósdőr, kétszer jó eredmények voltak a Gyirmoton. Nyertünk a Győrbe, ki volt a előtt tabelán. A je to nagyon érdekes. A kérdés. Hát a motiváció. Én motiváció tudom, de motiváció, én gondoltam motiváció új. Motiváció, mondtam motiváció új a csapat LFL, volt oda 4 játékos, mikor megnőzöm 3 volt a pályán, a Andris Jancsó, a volt ketten volt otthon, sérül, ott volt a Hursi, ott volt Albin, tajp. Én gondoltam ugyanaz. Mindig motiváció akarunk, mikor én vagyok, én mindig akarom győzni, mindig megmondom a csapatnak. Tudom, ott van a LFL, ott van a mind. Nehez. Nem lehet még egyszer megmondom, a ezen verseny nagyon kiegyensúlyozott. Nem lehet mondani, megyek a ma Szentdoric könnyű lesz 3 pont, vagy megyek Dörök 3 pont, vagy Kozár Mislaj, vagy nem tudom. Nagyon-nagyon kiegyensúlyozott. Van kell 2-3 csapat, ő is lehet velünk nyerni. Köszönöm. Kérem. Bocsánat, magyarul mondtam. Köszönjük szépen akkor a részvételt a sajtótájékoztatóra.